Az 1956. évi forradalom és szabadságharc kezdetének 63., valamint a köztársaság kikiáltásának 30. évfordulója alkalmában rendezett ünnepséget a BM Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság, ahol 4 Heves megyei tűzoltó kapott kitüntetést. Ivic Katalin már 10 éve dolgozik a Heves megyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság humán szakterületén. A katasztrófavédelemnél és a hivatásos állománynál kicsit mások vagyunk, mint a civil emberek, ezt szerintem ti is jól tudjátok. Itt minden hivatásos állományunknak van rendfokozata, és minden beosztáshoz tartozik egy rendfokozat. Nemzeti ünnepünk alkalmából kaptam ezt a soron kívüli rendfokozat előléptetés elismerést, az előző időszakban végzett munkám elismeréseként, és számomra azért fontos, mert ez egy nagyon ritka elismerési forma, és ezért különleges ez az elismerés. A tűzoltó hadnagy mellett Kormos Lászlóta az EGRI hivatásos tűzoltó parancsnokság rajparancsnokát is elismerésben részesítették kiemelkedő munkájáért. Tűzoltóink beosztásukban hosszú időn át tartó kimagasló munkájukért kapták az elismerést. Igazgatóságunkat ez nagyon nagy örömmel tölti el, és a jövőben is kívánunk nekik sok sikert. Ivic Katalin és Kormos László mellett a 60. hivatásos tűzoltó parancsnokság tűzoltója Hegyi Miklós és a füzesabonyi katasztrófa védelmi őrs szerparancsnoka Herpai Roland is kitüntetéseket vehettek át.